ez az egész csak egy, egy kitaláció, és ö, meg tudták volna akadályozni, de amúgy is csak egy áhír, illetve egy jelentéktelen esemény, még akkor is, ha megtörtént. Ezzel azt a benyomást keltik a nézőben, hogy, ö, hogy ők azok, hogy az ő oldalukon is áll valaki, az, aki ezekkel ért egyet, azok ö, ezeket fogják támogatni, az, aki a másik csapattal ért egyet, azok pedig azt a véleményt fogják ez a, az a legegyszerűbb módszer, amikor is megosztják a tömeget, és így egyszerűbb uralkodni. Ez a kezdet kezdetétől fogva működik, és ennek egy iskola példáját láthatjuk itt. Úgyhogy most azt mondja, hogy Trump a, 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 ugye az e-mailekkel viccelt, és ezt komolyan vették a. a Fehér házban, hogy így Oroszország segíteni fog neki. Teljesen mindegy, hogy mit mond. A lényeg az hogy ez egy színjáték, és az egész lényeg a tömegek manipulálása, illetve megosztása. Republikánus, demokrata, teljesen mindegy, fekete, fehér, rendőr vagy nem rendőr. És semmi jelentősége nincs. Ez ugyanígy működik Magyarországon, ez ugyanígy működik mindenhol. A lényeg az, hogy mi ezeket követjük, ezt az országot. Ez az ország az, aki diktálja a szabályokat. you know who did know about this advance? President Obama, yeah. he knew about this in September of 2015. Ugye most mondja, hogy 2015. szeptemberében Obama már tudott erről, hogy de hát már mióta halljuk mi is. Ez, ez az egész egy nagy manipuláció. Felkészítik az embereket, elültetik a bogarat a fülükbe, és aztán előállnak a hírre. Minden egyes, minden egyes hír így működik, minden egyes komolyabb esemény így működik most jelen pillanatban a háborúra készítenek elő mindenkit, hiszen valamilyen formában eh, meg kell igazolniuk azt, amit, eh, amit, a jövőben tenni fognak, illetve hát figyelmeztetik az embereket, hogy készüljenek fel azokat, akik értik, hogy miről van szó. What did he do about it? Nothing. This is such a non -story. Ugye arról van szó most, hogy... non -story. Non-story, non-story, non-story. It is absolutely something the Democrats are using to try to discredit the validity of Donald Trump's election. Electoral college. Úgy értem azt amit var egy republikánus szavazó, hogy ez csak a demokratáknak egy egy próbálkozása, hogy a választás eredményét kétségbe vonja. Azonban tovább megyünk. Ennél azonban tovább megy az agymosás, és olyan abszurd dolgokat is mondanak, hogy egyrészt ugye, hogy Trump is részt vett ebben az egész hack dologban. Azonban a, a, a legdurvább az, ami most következik. Az pedig nem más, mint az, hogy az oroszok részt vettek a Brexit meg manipulálásában is tulajdonképpen, és azt is meghackelték, erről szól ez a hír. És a, ott pedig a, a munkáspárt, a Labour az, aki az oroszokat hibáztatja azért, hogy valamilyen módon manipulálták a szavazás eredményét. Brexit maga egy, egy hoax, egy hazugság. Az egész meg sem történt hiszen senki sem tudja, hogy ki kire szavazott. Nincs semmiféle bizonyíték. Mindenki elmegy szavazni, dobálja be a cédulát, elektronikus úton szavaz. Igazság szerint fogalma sincs senkinek a valós végeredményről. Senki nem volt ott számolásnál, bármi lehetett az eredmény. A lényeg az, ami lett az eredmény. Az eredmény pedig az, hogy, hogy azt akarták az elit, akik uralják és irányítják a világot, pomlasztani akarják a gazdaságot, illetve le akarják rombolni. Ennek az egyik eszköze az, hogy az Európai Uniót alássák teljesen, és ez a Brexit-hox tulajdonképpen erre volt egy, egy, kiváló, egy kiváló lehetőség. Ugyanígy az olasz referendummal kapcsolatban, illetve hogy számos más ország is erről beszél már. Az egész egy nagy játék, egy színjáték. Ezek az emberek uralják és irányítják a világot. Pontosan tudják, hogy mit csinálnak. Így manipulálják a tömegeket. A borzasztó az az egészben, hogy, hogy az emberek mindezt tátot száján nézik, és azt hiszik, hogy ez a valóság. Mikor ilyen jelenetek, mint amit most láthatunk, ilyen jelenetek zajlanak le a parlamentben, Nagy-Britanniában, akkor mindenkinek, aki ébren van, tudnia kell, hogy a baj óriási hiszen ezek az országok, ezek az emberek itt komolyan beszélnek arról, hogy Oroszország ez a taktika, ez a stratégiája ízilája szét a szabad világot. Azt a szabad világot, amelyik tulajdonképpen egy börtönben él a kezdet-kezdetek óta. Csak azt hiszi, hogy demokráciában van bármihez is joga, vagy lehetősége, vagy beleszólása. When will we realize that Russia's strategy is to weaken and divide the free world and that driving the biggest refugee flows into Europe since World War II is... <Sess> és ők Oroszországra fogják nem csak azt, hogy ezeket a, ezeket a nevetséges hekkelés dolgokat, hanem azt is, hogy Oroszország az, aki előidézi a, a bevándorlási hullámot azzal, hogy Assadot segíti miközben ők azok Amerikával karöltve, akik szétbombázzák az egész világot, és szétbombázták évszázadok óta elkezdve, ameddig az ember vissza tud menni. Ez mindig is így van. Kelesnek egy bűnbakot, természetesen Oroszországgal karöltve dolgoznak ezen a projekten, amit új világrendnek hívunk. Yeah a deliberate, a deliberate part of that plan. And when will we admit that Putin, what Putin can't achieve militarily, he is already achieving using cyber and propaganda warfare? I don't think. Is asanja that what you don't know? Money buy? Putin? Does eléri cyber attacks? az ő szerepük, mint, mint, színészeknek az, hogy meggyőzik azokat a szavazókat, akik, akik az ő hatáskörükbe tartoznak arról, hogy mi is a forgatókönyv. Ezt csinálja ez a szereplő nagyszerűen, és ugye arról beszél, hogy, hogy mikor értjük már meg ők, mikor értik már meg azt, hogy Oroszország ilyen eszközökkel dolgozik, és Amerikában már bebizonyosodott, hogy, manipulálták a szavazást. To what Russia is doing when it comes to cyber warfare, not only their interference now proven in the American presidential campaign, probably in our own, referendum last year. We don't have the evidence for that yet, but I think it's highly probable. És azt hogy valószínűleg a, 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 mi saját szavazatunkban, a referendumban, ami a Brexit, pár nincsen rá bizonyítékunk. A lényeg az, hogy nem is kell az emberek fülé, fejébe csak elég elültetni a gondolatot, és onnantól kezdve az már kicsirázik és kinő. Az embereknek nem kell bizonyíték, hiszen nem is kapnak bizonyítékot soha. Hiszen nincs bizonyíték semmire. Ez az egész egy színjáték. Egy manipuláció. Egy szerepjáték. Amint már erről volt szó, Pám Saul második korintusi levelében így ír, ha mégis leplezett a mi jó hírünk, azoknak leplezett, akik elvesznek akik nem hajlandók ezt megérteni, azok az emberek azok, akik elvesznek a végét. Ahogy a Máté is írja, keskeny az út, szűk a kapu, és kevesen találják meg. Nagyon kevesen lesznek azok, akik nem csak hogy megértik azt, hogy miről is van szó, hanem képesek változtatni az életükön úgy, ahogyan mindenható azt elvárja. Négyes vers, akikben e világ hatalmassága, e világ istene, megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák ha a dicsőséges jó hírének világosságát, aki Elohim képe, akiket e világ Istenem megvakított. Ezek azok az emberek, akiket az ellenség megvakított, a, legt, a többség, az emberek túlnyomó többsége. Azok, akik nem hajlandók megérteni azt, hogy a hazugság egy forrásból származik. Ezért tűnik olyan tökéletesnek, és olyan, olyan összehangoltak az egész folyamat. Ezért tűnik úgy, mintha a szálak egy helyre vezetnének, mivel ez így van. Az ellenség az, aki irányítja ezt a világot. Ő az, aki a, mozgatja a bábukat. Ő az, aki irányítása alatt tartja az egész rendszer. Pontosan tudja, hogy mit akar és azt is tudja, hogy az ideje folytál Azt is tudja, hogy a mindenható hamarosan véget veten. És ezt mindenkinek meg kellene értenie, és akkor meg tudná tenni a megfelelő lépéseket. Mindenkinek a legjobbakat kívánom, és halálú! Üdvözlet mindenkinek 2019. március 22-én. Ez az az élőadása, Infobában 2-es csatornán, amikor meg fogjuk nézni a különböző kérdéseket, reményeim szerint, és ezt kikapcsolom. Nagyszerű, remélem mindenki jól van. Egyelőre. Egyelőre itt nincs semmiféle, vagyis hogy hagynézzem csak. <laughs> Oké. Okay. Na nézzük, szóval még egy kicsit várok, bár hát mégis vártunk már eleget, úgyhogy azt szeretném mondani, hogy ha valakinek van kérdése ezzel a védőoltásos videóval kapcsolatban, akkor ezt ide be tudja írni. Ilyen nagyon átfogó kérdése, most nem tudok belemenni, hogy milyen forgatókönyvek, meg, meg stb. De majd valamikor még lehet, hogy erre is sor kerül. A lényeg az, hogy ezt folytatni fogom a védőoltásos dolgot, mert szerintem ez rendkívül tanulságos, legalábbis számomra az volt. És én, én csak azt mondom, amit mondtam a videóban is, hogy mindenki döntse el magának, hogy mit csinál. Igazából ha, ha valaki az én véleményemre kíváncsi, akkor aki járja az utat, engem nem érdekel, hogy beoltanak vagy sem. Nekem mindegy. Én, én abban bízom, amit mondott a teremtő, hogy ő majd megvédez kész. Tőlem, oltogathatnak, amit akarnak. De hogy magamtól nem állok ott a sorba az ezer százalék de azért, mert én tudom, hogy hogy működik, és mi az, ami benne van, és hogy ez egy üzlet. Viszont mindenkinek ezt el kell dönteni magának. Én nem vagyok orvos, mennyire mindenki beszél az orvosával, kérdezze meg, hogy mi van benne, és vajon szüksége van neki arra, amit ezek tartalmaznak. De a jövőben ki fogjuk deríteni, hogy mi is az, ami, amit tartalmaznak a védőoltások, illetve egy másik alkalommal pedig maga a védőoltás, mint egy üzletág az, amit meg fogunk nézni. De nézzünk eh, meg egy kérdést. Csabával én ma beszéltem erről, de most ez így előkerült újra egy eh, hozzászólásba, úgyhogy gondoltam még egyszer ezt eh, megpróbálom tisztába tenni ezt a dolgot. Tehát az a szituáció, hogy infobabban is tévútra visz pár dologban az embereket. Klasszikus, Biblia követés tévút, soha nem menj el tüntetni, soha nem menj el szavazni tévút, ami kifejezetten a legrosszabb bandáknak kedvez. Hát, e, aki követi ezt a csatornát, az biztos tisztában van a, az én álláspontommal ezzel kapcsolatban, de, de gondolkozom már mindenki ezen, amit mondok most. Az utcára menni, tüntetni csak bizonyos alkotmányos kereteken belül lehet. A tömeg nem tud kimenni az utcára azon a célra, hogy leváltsa a kormányt az törvény ellenes. Tehát akkor minek menjek ki az utcára? Úgy értem, hogy ha ha cél az, hogy egy jobb kormányom legyen, és nem tudom leváltani a, a kormányt, akkor minek az utcára menni tüntetni? Úgyis csak az lesz, amit ők akarnak. Az, ezt, ezt, az, ezt a jelenlegi rezsimet, ami Magyarországon vagy az egész világon, ezt lehetetlen erővel megdönteni. Mindenki, aki ellenáll, az csak a saját helyzetét rontja, és a mi helyzetünket. Igazából mindegy tulajdonképpen, de én mindenkit arra biztatok, hogy adjon fel ezzel a tüntetősdivel harcolni a rendszer ellen. Ez, ez nem lehet harcolni a rendszer ellen. Olyan, mint a, nyúl a hurokban. Ez a legjobb példa erre talán. A nyúl nem tudja, hogy ebből a hurokból nem tud kijönni úgy. Szépen lassan ki tudná, hogyha másik lábaival segíteni, de hát ennyi esze nincs egy nyúl próbál erővel kijönni belőle, de nem érti, hogy minél jobban fészkelődik, meg annál inkább szorul a húrok Ugyanez van velünk is. En, ez a, ez a, ennek a mesnek vége van. És ez a hajó elment. Szóval fölösleges az emberek az a próbálkozni, hogy megdönteni a rendszert, mikor már amúgy is megdönt. Azért árulják el ezeket a dolgokat nekünk, mert tud, azt akarják, hogy tudjuk. Azt akarják, hogy, hogy haragosak legyünk, hogy dühösek legyünk, hogy az utcára menjünk, hogy harcoljunk, hogy meg akarjuk dönteni a, a, rendszer. És mindenki, aki részt vesz ebben, az tulajdonképpen azt csinálja, amit a rendszer akar. És hogy én arra bátorítok mindenkit, meg, meg, buzdítok, hogy semmiképpen ne vegyen részt semmilyen eh, rendszer megdöntésére irányuló mozgalomban, mert nincs értelme. Sőt, Minél erőszakosabb egy-egy ilyen megmozdulás, annál rosszabb. Nem csak ő maga számára, hanem mindenünk számára. Igazából a végkifejlet, az már most látható. Úgy értem, hogy én tisztában vagyok a végkifejleten már most. Ez le van írva, hogy mi lesz a végkifejlet. Sőt, hát egy, egy értelmes ember látja, hogy ezeknek a dolgoknak, amik most történnek, mi a, mi a természetes következménye. De a lényeg az, hogy ha valaki az utcára akar menni, akkor még kellene, hogy legyen valamiféle elképzelés az a kapcsolatban, hogy mi az, amit el akar érni. De a legtöbb embernek sajnos nincsen ez, a, ez az elképzelése meg. Tehát persze mindenki dühös, meg, meg szeretne, szeretne változtatni a világon, de az a baj, hogy nincsen semmiféle alternatívája. Csak, csak a düh az, ami megvan. De igazából, hogyha azt mondanák most, hogy jó, ki csináltuk egy új rendszert, ki vezetné az új rendszer? Ki len, mi lenne az új rendszer? Hogyha ha most annyira meg akarjuk dönteni ezt a rendszert, akkor mi, mi lenne az a rendszer, amit mi akarnánk? Ki vezetné azt? Ki cseréljük le az egész vezetőséget? Oké, ki, ki az, aki a helyére áll annak az új rendszernek? A, a, ki lenne a vezetője, vagy nem lenne? Vagy csak egy... Egy nagy kommuna lenne, és akkor mindannyian énekelnék a tábor tűz körül, a virágokkal a hajunkban? V vagy mégis honnan lenne víz, honnan lenne élelmiszer, üzemanyag? Hogy működne az egész? Hogy képzelik el ezt az ember? Ez túl késő már most ezt elkezdeni. Ebben a rendszerben csak így lehet élni, ez a rendszer így lett kitalálva. Egy teljesen más rendszert kellene mindenkinek elkezdeni akkor élni. De nem lehet azt, hogy ugyanebben a rendszerben élni tovább, csak leváltani a vezetőséget, vagy mégis mi az elképzelés ezzel kapcsolatban? Ez a nagy probléma. Sőt, mondom, úgyis mindig több rendőr lesz. De ha nem is több, elég. Nem lehet legyőzni őket. Az emberek soha nem fognak összefogni olyan szinten, hogy a, hogy a rendszert le lehessen győzni. Le lehetne persze, ha, ha mindenki egy emberként harcolna. De soha nem fog megtörténni. Soha nem fog megtörténni. Most, ha valaki, akkor én úgy gondolom, hogy az világos, hogy, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy ez a rendszer ez, ez egy korrupt rendszer, ami, ami, ami nem tesz lehető és semmiféle civilizált életet. Szóval én tisztában vagyok ezzel, sőt, én úgy gondolom, hogy én megteszem az én részemet. Ennek ellenére még így is. Például ő azt írja, hogy én tévútra viszem az embereket, szóval mi nem tudnánk együttműködni. A másik azt írja, hogy homofób. A harmadik azt írja, hogy, hogy a Biblia egy hazugság, és te össze össze beszélsz, hogy minden hoax. Még, én, aki megteszek mindent, hogy, hogy felvilágosítsam az embereket erről, még, még, engem is támadnak, de ők egymást is támadják, szóval nem tudunk együttműködni annak érdekében, hogy kialakítsuk egy rendszert. Ez így van kitalálva. Világosan amit mondok? összefogása lenne szükség ahhoz, hogy a rendszert megdöntsük. Én tudom, hogy nem lehet megdönteni a rendszert, de azt mondom, hogy ha szeretnénk, akkor, akkor egy összefogás lenne az, ami, ami, aminek a, a, segítségében meg tudnánk dönteni. De nem tudunk összefogni, még mi sem, akik az igazságot tudjuk, mert ilyen problémák vannak. Akkor, akkor mi van azokkal, akiknek fogalmuk sincs az egész, hogy csak mennek az utcára. Értető, amit mondok? Ezért van ennyi Ennyi divízió a, a, a társadalomban. Ezért van ennyi része feltagolva a társadalom. Fekete-fehér, meleg, nem meleg, nő, férfi, akármi, roma magyar, a, végtelen. MSP, Fidesz, amennyit. Akar. Így, így a csoportok nem fognak össze, így soha nem tudják megdönteni a rendszert Ez így van kitalálva. Én ezért mondom, hogy fölösleges. Soha nem lesz olyan jellegű összefogás a társadalomban, hogy le lehessen a rendszer győzni. De egyébként, hogy mondjam, ez amúgy is egy utópia, szóval én nem azt mondom, hogy lehetne, hogy fogjunk össze azt, akkor megdöntjük a rendszert. Ezt a rendszert nem lehet megdönteni. De pontosan ezért nem. Egy út van, és az pedig, tetszik vagy sem, az, ami le van írva a Bibliában. Szóval ez a másik probléma világos hogyha valaki ezt nem érti meg, akkor annak nincs esélye arra, hogy bármit is elérjen ebben a, az életben, vagy a következőben. Szóval ezt a rendszert egyetlen egy módon lehetne legyőzni, ahogy le fogjuk győzni, az pedig az, hogy elegendő mennyiségű ember fogja elfogadni azt, hogy a Biblia az igazság, és úgy Él, ahogyan az le van írva, és majd akkor a teremtő velünk lesz, és le fogja tarolni ezt az egész világot. Ez az útja annak, hogy megdöntjük a rendszert. Szóval én tudom, hogy meg fogjuk dönteni a rendszert, de azt is tudom, hogy nem úgy, ahogy a legtöbb ember elképzelő, hogy majd a társadalom a, a saját erejéből le fogja győzni, és akkor kialakítunk egy utópiát, ahol mindenki csak így ül majd a tengerparton, és margaritás szűrtsa. Ilyen nem lesz de le fogjuk győzni a rendszer, csak nem úgy, ahogy a legtöbb ember gondolja azért, mert még mindig ott tart, hogy a Biblia az egy mese. A Biblia az egyetlen fegyver, amivel le fogjuk tudni győzni ezt a rendszert. Így is, úgy is legyőzzük. Ha egyetért Csaba, meg a harmadik, meg az ötödik, akkor is. Maximum nem vele, hanem nélküle. De ezt a rendszert csak így lehet legyőzni, és így fogjuk legyőzni mind azok, akik eljutunk odáig. Úgyhogy ez a legbizarrabb ebbe az egy mondatba, amit ide írt, Csaba, hogy ennek az ellentéte az igaz, mint ami ide van írva. Nekünk nem kell erőlködnünk, nekünk engedelmesen kelleni járunk össze az utat, amit ő meghatározott, a teremtő, és akkor le tudnánk győzni majd, amikor eléri a megfelelő mennyiségű embert, az a mozgalom, akkor majd ő visszajön, azt elintézi az egészet, de mi legyőzni ezt a rendszert, hogy is képzeli ezt el valaki? Mikor ott van a hadsereg, a rendőrség, a katasztrófa a tűzoltóság, mindenki, aki ebből él. Azok az emberek nem fognak el elfordulni a rendszertől, mikor a ők a rendszerből élnek. Nem azt mondom, hogy rossz emberek, hanem mikor van két-három gyereke az embernek, meg egy lakáshitel, meg egy autóhitel, meg a mosógép, meg a hűtő, meg a tévé, meg a rádió, meg minden hitelre van, és, és a rendőrségtől kapja a pénzt, akkor mit fog őt érdekelni, hogy a harmadik vagy a negyedik ember nem ért egyet a társadalomban? Ő be fog állni hétfőn ugyanúgy munkába, hogy addig. És megmagyarázza azzal, hogy hát én ebből élek sajnos, úgyhogy kérem lépjenek hátra, és úgy állnak, hogy a kezüket lássam. Az kész. Szóval nem tudom, hogy képzelik ezek az emberek, hogy megdöntik a, a rendszert majd, mikor. Még 50 évvel ezelőtt, mikor sehun nem volt a technológia, akkor se tudták megállítani. Mikor még olyan tankok voltak, hogy ma úgy néznénk rá, mint a Fre Fred és Bénire. Most a rendőrségnek komolyabb felszerelése van, mint akkor a hadseregnek volt. Mégis mi a, mi a módszer, amivel ezt meg fogják dönteni ezek az emberek? Mikor az első problémára hanyat homlok menekülne mindenki. Az első, másik, harmadik összetűzés után. Szóval, amit én mondok, az van. Tetszik vagy sem, nem azért én olyan okos vagyok, hanem mert egyszerűen csak így van. Ki lehet olvasni abból a Bibliából, amit nem olvas senki, mert az egy mese. E, Oké. Okay. Itt van egy másik. Megnézem, hogy van-e valami kérdés, vagy akármi. Hmm. Így van. Viktor azt mondja, hogy ha kis részeket hallanak, akkor. E, akkor idegesíti őket uh -huh. persze az igazság fáj ez, ez a probléma ezzel tudod az a helyzet hogy az igazság az az egy fájdalmas uh, gyógyszer de ezt be kell venni hogyha az ember meg akar gyógyulni mint a fogorvos be kell ülni abba a székbe azt ott kell ülni de amikor vége van akkor nagyon jó de közben annyira nem persze hogy idegesíti őket mert euh, változtatni kellene az életükön, de arra nem nem hajlandó, mert túl kényelmes. De el fog jönni az idő, amikor megtennének bármit. Csak változtatni tudjanak. Csak akkor már, -már késő lesz. Szóval azt mondja ez a karakter, érdekes gondolkodás mond, a régi eseményeket, tényeket mind megkérdőjelezed, mint a 48-as forradalom. A 48-as forradalom, hogy hó, egy mese. Oké? Okay? Mint Mátyás király. Hull mese. Mátyás király egy ehtemese. Oké? Okay. A jóságos király, aki járja az országot, és jó, jó dolgokat csinál. <laughs> Sajnálom, de hát ez... Nem is tudom, hogy hogy gondolhatták komolyan, hogy ez... És jó, hát persze elhiszi az ember egy ideig, mert úgy van vele, hogy látja azt a sok rajszűmet, meg megindul, mit tudom én, mi. De aztán már amikor felnő, akkor már így visszagondol. Hát figyelj. Azért ez bizarrul hangzik. Oké, okay, de, de a 2000 éve írt Bibliát, amit azóta számtalan szorátírtak, pedig alapműnek veszed. Oké, okay, a Bibliát nem 2000 éve írták. Én sajnálom, hogy nekem kell el 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 meg közölni a rosszért, de a Tórát például időszámításunk előtt 2000 éve írták. Szóval. És tehát szerintem több. Ha jobban belegondol az ember. Úgyhogy ez az egyik probléma, a Bibliát nem írták, a Biblia 66 különböző könyvből áll, ezt a történelem során különböző emberek írták, a Bibliát nem, nem egyszerre írták. Ezt összeválogatták, és nem 2000 éve, hanem sokkal később. Úgy értem, hogy közelebb ahhoz, ahol most vagyunk. Ez szépen idővel kialakult, hogy mi az, amit mi eh, Bibliasznak hívunk, vagy könyveknek. De egyébként ezek írások. Én, úgyhogy ezt nem 2000 éve írták. Az, hogy hányszor átírták azóta, azt be kell valahogy bizonyítanod akkor. Hogyha azt állítod, ha nekem be kell bizonyítani mindent, amit én megteszek itt lelkesen, akkor bizonyíts be, hogy átírták. Mi a bizonyíték arra, hogy a Bibliát átírták akár egyszer is? Én megmutatom, ha gondolod, mint ahogy készültem rá, csak nem jutottam el odáig, hogy több tízezer kézirat van csak az új testamentumból, az úgynevezett új testamentum írásaiból, úgy, mint a jó hír, meg a levek, több tízezer kézirat van, amik majdnem megegyeznek. Ez egy tény. Ez nem, nem az, hogy én most kitalálom, hanem erre megvan a tudomány ág, ami vizsgálja a kéziratok hitelességét. Semmi, egy, de ezt azt hiszem, tegnap elmondtam, semmi nem ér fel ezzel. Ennek a közelébe sem egyetlen egy klasszikus írásból sincs ilyen mennyiségű kézirat, mint az, mint az úgynevezett új szövetség írásaiba, úgy, mint a négy jó hír, vagy pedig a levelek utána. Szóval nem az, hogy, nem, az, hogy nem írták át, hanem ez az egyetlen dolog a világon, ami gyakorlatilag megdönthetetlen, hogy ez így van ugyanis annyi kézirat van különböző korszakokból, is mind, nagy, mind nagyjából megegyezik, hogy jó, hát vannak írásélek, meg ez az amaz eltűnik, de hogyha azt a mennyiséget, amennyi kézirat van, vesszük, akkor ez gyakorlatilag egy forma. Úgyhogy nem tudom, hogy ez honnan szedett, hogy számtalan szó átírták, de ez nem így van. Na mindegy, én feltettem a kérdést, hogy ismered a Bibliát, akkor csak azért akarom megmutatni, hogy nem akarom bántani, vagy akármi, de. Mit tudom én? Hát, ha valakinek szintén van ez a kérdés, hogy átírták számtalanszor. Valaki azt mondja, hogy átírták számtalanszor, akkor mutassa meg a bizonyítékait arra, hogy ez számtalanszor átírták, mert én meg tudom mutatni, hogy a bizonyítékaimat arra nézés, és hogy nem írták át számtalanszor. Szóval, én. Nem tudom, hogy, hogy minek mondogatni olyan dolgot, ami ami nem úgy van. De most mindjárt villámgyorsan. Ez a másik. a másik csatornám van. Mindig villám villámgyorsan megpróbálom meg, megkeresni azokat a videókat, illetve maga annak a szakértőnek a, a nevét, aki. Akiről szó van, ak akinek a... Oké, okay, egy pillanat, és megnézem, hogy mi is a neve, mert akkor mindenki utána tud nézni, hogyha akar. Persze nem muszáj, de... De ez annyira azért nem egyszerű, hogy számtalan... Csak azt mondom, hogy számtalanszor átírták meg... Mi az, hogy számtalanszor átírták? Mi a bizonyíték? Vagy hogy hol van ez... Hogy lehet ezt bebizonyítani, hogy számtalan szóra átérte. Ráadásul az egészben borzasztó az, tudod, hogy amikor megkérdezem, hogy, hogy ismered-e a, a Bibliát, oké? Okay? Majd visszatérünk még ehhez, de ismered -e a Bibliát? Oké, okay, nem ismerem minden részletét, elég annyit ismernem, hogy minden... Oké, okay, figyelj! Öhm. Hogyha nem ismered minden részletét, akkor én azon töprengek, hogy mi, mi jelent az, hogy, hogy tö, többször átírt-e. Ha nem is ismered. Elég annyit ismerem, hogy mindenkit bűnösnek tart a jelenlegi bűvél, számtalan szátszerkezteté. Erre nincsen bizonyítékod, hogy számtalan szátszerkezteté. Ez csak valami, ami a fejedben él, de a valóságban ez nem így van. És ha nem ismered minden részletét, akkor minek róla beszélni? Én nem beszélek olyan dolgokról, amikor nincs fogalmam, ezért csinálom meg a videókat olyan módon, ahogy megcsinálom, ezért járok utána, ezért kutatom ki, hogy ne az legyen, hogy beszéljek a levegőbe, ami éppen kipattan az agyamból. Legalább valamilyen szintű bizonyítékot bemutatok. Még akkor is, ha valaki azt mondja, hogy ez nem elfogadható, mert ez nem tudományos, vagy ez nem ilyen, vagy nem olyan, de legalább utána járok. Nem beszélek olyan dolgokról, amit nem ismerek amiről nincsen fogalmam igazából. Úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, hogy mielőtt idejön, ezekkel a felvetéseivel legalább készüljön fel valamilyen szinten. Különben nincs értelme azt híreztelni, hogy ezt számtalan át, átszerkesztették, meg nem ismerjük, meg hamisítás, meg gond van az értelmezésével is, nem mindegy, melyik fordítást olvasok. Oké, okay, ha nem ismered minden részét, honnan tudod, hogy melyik fordítást kell olvasni? Plusz, mennyit olvastál? Akkor nézzük meg. Nem csak ő, mindenki. Oké? Okay? Aki, akinek fenntartásai vannak a Bibliával kapcsolatban. Én azt javaslom, hogy ne azt az utat válaszza, amit Tospalek 007, hogy ismételgeti, szajkózza azt, amit a legtöbb ember magyaráz, hogy átszerkesztették, hamisítás, annyi fordítás van. Nagynéném is ezt mondta. Oké? Okay? Szóval, ha nagynéném is ezt mondja meg, te is, akkor az probléma. Mert nem találkoztatok, mégis ugyanazt fújjátok. Azért, mert ez a program. És az el kellene, hogy, hogy gondolkoztasson, hogy, hogy vajon miért mondod ugyanazt, mint a, mint a 70 éves nagynéném. Az egy probléma. Hogyha te az interneten szörfözgetsz, és odáig jutottál, ameddig ő hogy gond van az értelmezésével. Azért van gond az értelmezésével, mert nem ismered minden részletét. Hogyha ismernéd, akkor nem lenne gond. Akkor tudnád, hogy mindegy, melyik fordítást olvasó. Mert úgyis többet kéne olvasni ahhoz, hogy megértsd. Jóval korábbról megmaradt Bibliában egészen más, hogy fest a történet. 1500 éves Bibliában foglaltak szerint Jézus nem feszített keresztre. Mi az, hogy jóval korábbi Bibliában? A szeptolgint a 2000 évvel ezelőtt írodott időszámításunk szerint időszámításunk előtt 30 és 200 között. Szóval az több, mint 2000 éves, M nem tudom ez mi ez az 1500 éves, ahol nem feszítették keresztül, de az nem biblia, az, az egy másik sztori, te egy másik történetet olvastál, haver! Amelyikben őt nem feszítették keresztül, az egy másik műsor volt. Érthető? Annak nincs értelme olyat olvasni. Szóval egy nagyon sok probléma, hogyha így az ember belemegy, látod, hogyha így elemzed a dolgokat, akkor megtalálod az, az összefüggéstelenségeket abban, amit, amit mondasz. Ha nem feszítették keresztül, akkor nincs értelme annak a könyvnek. Oké? Okay? Akkor azt nincs értelme olvasni. Ennek az, az úgynevezett új csak akkor van értelme, hogy ha az embert ott keresztül feszítették, különben nincs miről beszélni. Különben meg kell maradnunk az előző résznél. Ha lehet így mondani. A leghihetőbb értelmezés szerint Jézus nem zsidó, hanem párthuszkita volt. Hát, oké, okay. hát hogy? Úgy értem, hogy nincs értelme, hogyha párthuszkita volt. Hát ez egy másik, az, az, egy, az egy másik sportág lenne, hogyha ő párthuszkita volt, hát... Ez az egész könyv Ábrahámról, Izsákról, meg Jákobról szól, és utána annak a leszármazottairól, aki. Hogy? Hogy? Oké, okay. szóval azt akartam megmutatni, hogy. Nem akarom bántani az embereket, de. Vannak olyan. Vannak olyan dolgok, amik, amik nevetségesnek tűnnek, hogyha valaki. csak annyira ismeri a Bibliát, mint én. Í így ezen a szinten, hogy. És az a baj, hogy én ezt hallom rengeteg embertől, hogy Pátos, szkíta. A szkíta, meg a Pátos, én én erről is csináltam videót melleség, ha érdekel. A szkíták olyan primitívek voltak, hogy még a primitívek között is az emberek úgy voltak velük, hogy ha ott jött a másik oldalán a, 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 az útnak, akkor inkább elmentem a rossz irányba, két napig csak ne találkozzon vele. Olyan primitív volt a Skita nép az a kategória, hogy ették az embereket az elefánt háton. Szóval nem tudom, hogy hogy lehetett, minek is olyan büszke mindenki arra, hogy mi pártos kíták mikor nem is azok voltunk, de még ha azok is lettünk volna, semmi büszke, büszkeségre okot nem adna ez. Oké, okay, szóval ezeknek érdemes utána nézni ezeknek a dolgoknak. Sőt, ez még az írásokban is benne van, Szóval még csak nem is kell kívülre menni az írásokon, hogy ezt tudjuk. Úgyhogy ennyit arról, hogy, hogy Pátusz Skita meg... Ha ha ez az ember Pátusz volt, és nem feszítették kereszt, akkor ő egy másik ő, színdarabban játszott. Az egy másik műsor volt, vagy egy másik sportág. Akkor nincs értelme azt a, a dolgot olvasni. Minek? Ha nem ismered minden részletét, akkor nem csoda, hogy ilyen zűrzavar van a fejedben. Érdemes megismerni minden részletét, mert lehet, hogy sőt, úgy kéne hozzáállni, hogy, hogy meg akarod ismerni minden részletét. Miért ne akarná? Ha már az egész világ ennek az lerombolására épül, akkor lehet, hogy érdemes lenne tudni, hogy miért. Nem a buddhizmusról szól minden film, nem, nem a védák könyvéről, vagy a hinduizmusról, vagy a mit a, a transzcendentális meditációról, vagy a New Age-ről hanem az összes minden tevékenységünk körül forog, hogy azt csináljuk, ami ellenkezik azzal, ami le van írva ebben a könyvben. Lehet, hogy érdemes lenne megismerni, hogy ez vajon miért van? Mi van, ha úgy van? Mert akkor, akkor, akkor nagyon rossz úton jár Dospaleg 007, meg mindaz, aki így gondolkodik, hogyha esetleg úgy van, mint ahogy úgy van, ahogy ott le van írva. E nem véletlenül szerette volna a derék de se eltenni lábaló. Nem is akarta, hát... Na mindegy. Nem folytatom a sort, ennyi kétség után nekem csak részben lehet mérvadó a mű. Fél részben nem lehet, hogy nézben nincs érte. Én ugyanígy vagyok a majom emberekkel. A majom emberekkel, meg a gömbbel. Nekem épp elég kételjem van, hogy nincs, nincs kedvem olvasni, az emberek által összeírt dolgot, amit, amit tudománynak hívnak. Persze, hogy a Vatikán titkolózik. Hogyha mindazok a könyvek, amik ott vannak, napvilágra kerülnének, akkor nem lenne kétség a hogy, hogy, hogy mi az igazság. Sőt, hát így se szerintem, mert hogyha valaki elolvas az énok könyvét, akkor, ha valaki ezt nem érti meg, azt a könyvet, meg, akkor az, az nagyon rossz úton jár. Az én nézetem szerint mindenkinek egyénileg kell megtalálni a kapcsolatot a teremtővel. Amit a legkönnyebben a bennünk levő lelkünkön keresztül tehetünk meg, csak szívvel lát jól az ember. <tosz> Oké, okay. én részben igazat adok neked, mert valóban mindenkinek meg kell találni a kapcsolatot vele, hiszen hívja magához az embert, és valóban a lelkiismereten keresztül vezet az út, hiszen próbál irányítani. De ahhoz az embernek engednie kell, hogy, hogy el tudjon jutni hozzá valamilyen szinten ahhoz, hogy én el tudjuk jutni ő hozzá, ahhoz nekem fel kell adnom a kontrollt, és hagynom kell, hogy ő vezessen az ő lelkén keresztül. Ez a szívével lát jól az ember, ez a kis hercegből van egy idézet. Könyörgöm. Ö, azt mondod nekem, hogy a Biblia az egy mese, és erre idézel egy meséből. És ez az élet filozófiád. Hát, hogy? Ráadásul Jeremiás 17-10 elmondja, hogy a szív család mindennél végtelenül gonosz kiismerhetné. Sőt, egy 8, elmondja, 20 elmondja, hogy az ember szívének gondolatja gonosz az ifjúságától fogva. Szóval, ha valaki a szívével akar látni, akkor sok szerencsét hozza. Ez nem kell közvetítő, pap, iránymutatás, egyetemes értékeket elég betartani, vagy ahogy a Biblia is mondja, ne cseleked mással, amit nem tennél magaddal. Vagy valahogy így van? <laughs> hát igen. De ez csak az én felfogásom, mint értem, tiszteletben tartom. Oké, én is tiszteletben tartom mindenkit, de hogyha. Ha az a baj, hogy így végnézve azt, amit írtál, ez Nem is tudom, hogy, hogy lehet így gondolkodni. Úgy értem, hogy ennél azért az életet csak komolyabban kellene felfogni, ha csak nem, még, még nagyon fiatal, vagy úgy értem, hogy azért ennél csak. Komolyabban áll hozzá az ember az élethez, mint hogy Jézus nem feszítették keresztre, meg egy pártus szkíta volt és egy kis hercegből az idézett az életfilozófiám. De mi az egyetemes érték? Mi az, hogy egyetemes érték? Honnan jön egy egyetemes érték? Hogyha nincs teremtő, ha nincsen teremtő, és az ő törvényei nincsenek, akkor, akkor, ni akkor minden játszik, akkor nincsen szabály ő az, aki értelmet adott ennek az egésznek azzal, hogy meghatározta, hogy mi a jó és mi az, ami helyes és mi az, ami nem. Ha ő nem létezik, akkor nincs értelme az életnek, mert akkor nincsen egyetemes érték. Ő az, aki értéket adott az életnek, ő az, aki meghatározta, hogy hogyan kellene élni, ez az egyetemes érték, amiről te beszélsz, csak nem ismered el, hogy ő az. Ez a legborzasztóbb az egészben. Szóval ennyit dióhéjban a Bibliáról ha már itt tartunk. <laughs> Igen, Avatar meg Bo Guleny Ágnes. De nincs harag, csak mondom ez olyan bizarrul hangzik, hogy csak a szívével lát az ember. Ez a kis herceg, könyörgöm. Oké. Okay. Jól látom a jövőt. A laposföldes elméletben is komoly hibák vannak. Oké. Okay. A gömbföldes elméletben mekkorák vannak. Oké? Okay. Hogy lehet az, hogy akkor a Nílus meg a Mississippi felfele folyik? Világos? Nézzem meg mindenket térképen. A Nílus meg a Mississippi több száz kilométeren felfele folyik? elfelé Dombra felfolyik? Oké? Okay. Hogy? Hogy lehetséges az, hogy a, a víz hozzá van tapadva a gömbhöz? Úgy értem, hogy hogy kellene azt egyáltalán nekünk elképzelni? Miféle varázs erő az, ami egy gömbhöz hozzá tapasztja a vizet? Hogy, hogy lehet a vákum, hogy csatlakozhat hozzá a levegőhöz? Meg még egy, ami repülünk, mit tudom én, 70 ezer km per óra, vagy mondok, valahogy így repülünk körbe a nap körül. Ne, ne, nem mondhatja senki azt komolyan nekem, hogy elhiszi, hogy 70 ezerre repülünk a nap körül, és egy varázserő a levegőt hozzá tapasztja a vákum ellenében meg 70 000 km óra ellenében a földhöz. Ez a, a, így, egy olyan ember, aki ezt elhiszi, az nem mondhatja rám azt, hogy én nem értek a, a tudományhoz. Ez nem kell érteni a tudományhoz. Nincs olyan dolog, ami hozzá tudja tapasztani a levegőt a vákum ellenében úgy, hogy mi 70 ezerre száguldunk az űrben. Hát, ja, és ebből mi semmit nem veszünk észre. Úgy értem, hogy kimegy az ember az utcára, puff, olyan, mintha állnánk, ha sose mozdultunk volna meg. Azért, mert ez így van. Az, hogy a nap hogy mozog, meg ezek a dolgok, nem tudom, de ez nem a legnagyobb probléma. Mellesleg a holdnak saját fénye van, ezt én oké, de, de, a, Biblia is egyértelművé teszi. Jó, Meg hát amúgy is érted. Most például, amikor teli hold van, akkor átsüt a nap a földön? Vagy ho hol van a nap ahhoz képest, hogyha teli hold van, hogy... hogy le... <laughs> Persze tudom, hogy kibújik mögül el, meg így... Itt, én, olyan szögben van, de ha szögbe van, akkor nem lehet teli hold, oké? Okay. Ahhoz, hogy teli hold legyen innen, ahol én vagyok, ahhoz innen kellene, hogy megvilágítsák azt a nyomvat holdat. Szóval erről ennyit. Na mindegy. Én mm. nem hagyom figyelmen kívül, hát én ezekről csináltam videót ember. Az atomerőmű és hosszú nem tudjuk a fűtőelemet, ezért tuti hazudnak. Nem azért ha, tuti hazudnak, mert nem tudjuk a fűtőelemet, hanem mert minden másba hazudnak. Gyurcsány elmondta, hogy hazudtunk reggel, délben, este, folyamatosan végig mindig hazudtunk. Ő volt az egyetlen politikus a történelem során, aki hazudott mindig. Mindezt csinálja hazudnak. Erről szól a politika. Erről szól az oktatás, a tudomány, a szórakoztatóipar. Erről szól az egész média, hogy hazudnak. Hogy megtévesztenek mindenkit, hogy programozzák az emberiséget, hogy, hogy félrevezessék őket. Úgyhogy ez, ez nem az, hogy hogy én velem van a probléma, ezen el kell gondolkodnia mindenkinek, az kész. Majd utána eldönti, hogy, hogy eh, mi a pálya. Na, nézzük tovább. Jaj, Cassius Clay, oké. Okay, ezt meg akartam mutatni, amúgy Cassius Clay annyira érdekes. Lehet, hogy csak nekem, én imádom ezeket a dolgokat, szóval megmutatok valamit. Eh, csak gyorsan akarom, hogy ne Nem menjen az idő. Annyira. Be akarom mutatni. Hát a siker áll. Cassius. Ez a neve ennek a karakternek. Jaj, de hát akkor lehet, hogy előbb megmutatom, hogy mit ért. Ez valami humoristának indult, azt hiszem, aztán minden jóra ért, de mindegy. Nekem tegnap megjelent Jézus, és azt mondta, hogy a föld lapos. <laughs> Oké, okay. de azt is mondta, hogy nincs szükség tudósokra kizárólag hitre. Ó, oh, de egyébként mint meresek, ezt mondta, úgyhogy ezt eltaláltad. Én tudom, hogy furcsán de valahol az orvosok és tudósok szerintem mégis hazudnak. Például is kis Hát igen, ez valami humorista, de azt akarom, hogy ti is csak hogy nem, nem, más De ez így van, fején találtad a szöget. Mikor a, a vérfolyásos asszony oda megy hozzá, azt mondja, hogy 18 éve, azt hiszem, 18-13 éve, minden pénzemet az orvosokra költöttem és nem, nem segítettek rajta, csak tönkrementem, megintett a ruháját, az megjól volt boom, szóval tényleg ezt mondta annak ellenére, hogy tudatlan vagy, eltaláltad de ez is csak a, a véletlen <laughs> szóval Cassius egy római családnév aminek a jelentése az, hogy üres, semmi, hiába valóság, szóval a név amit választottál a clay angolul agyagot jelent. Az M mellesleg ez Mohamed Ali neve. Szóval, hogyha ha Jézusról beszélsz, és Cassius Clay a neved, csak tudd, hogy Mohamed Ali eh, Muslim volt. Eh, majd mindjárt megmutatom, hogy Mohamed, hogy Mohamed Ali mit jelent, de Clay agyagot jelent utalván a, az emberre. Mert ugye eh, Jeremias és Ézsaiás is ír, erről többek között, hogy a teremtő az agyagműves, az ember pedig az agyag, és megmunkálja úgy, mint ahogy a, az agyagműves megmunkálja az edényt. Szóval Cassius Clay az az üres, semmire kellő, hiába való agyagot jelenti, mint hogy az ember üres. Ebből lett aztán az ő neve, Mohamed Ali neve, és Ali jelentése egy pillanat, meg fog mutatni. Ali azt jelenti, hogy hatalmas, felső, felső vagy magasságos arabul. Ez Ali. És a Mohamed jelentése pedig dicsőség, vagy dicsérni valakit. Valaki, aki megérdemli a dicséretet. Tehát Mohamed Ali, a hatalmas, dicsőséges, ezt jelenti a név, és e, jól emlékszem, hogy Cassius volt a neve is megváltoztatta Mohamed Ali-ra, szóval az üres, hiába való emberből lett a neve a dicsőséges e, magasságos, ami ugye Mohamed Ali. E, szóval nem tudom, hogy Jézus mit mondott neked, meg mit nem, de gondoltam hogy érdekelhet, hogyha már kommunikálsz vele, hogy a neved az mit jelent. Hmm. Így van, a tudósok hazudnak, az orvosok hazudnak, a politikusok hazudnak, a média hazudik, a tanárok, mindenki hazudik, azt nem tudom, hogy ki mennyit tud ebből, de a tudatlanság az nem mentesíti az embert az alól, hogyha valótlanságot áll. Ha valaki a ember tanítja, meg a gömbföldet, meg alkimiát, úgy mint tudomány, akkor ez egy hazugság, legfeljebb nem tudja, hogy hazudik, de attól még hazudik. Úgyhogy ez a szituáció, úgyhogy fején találta a szöget. De menjünk tovább. A világűr miért ne rétezne, mi van ott, magyarázza réces. Oké, okay. ha valóban érdekel, hogy mi van a, a világűr, akkor elég elolvasni Barasit, egy Mózes egyes fejezetet. Világosan teszi, hogy megalkotta a mennyezetet ami egy búra a föld fölött tulajdonképpen. Ami fölött víz van, és alatt a víz van, ez ugye a tenger. És abba helyezte el az ég seregét, ez ugye a kabim, vagy a csillagok, amit mi csillagoknak nevezünk, illetve a napot és a, és a holdat, a két nagy világító testet ebbe belehelyezte el, vagy erre rá, ha valakinek így szimpatikusabb. És, és ennyi hogy mi van kívüle, arról nem beszélt, de elmondta, hogy víz. Elválasztotta a külső vizet a belső víztől, szóval ez, az, ez arra enged következtetni, hogy víz van kívüle, de nem tudom. Mivel erről nincs szó. Lehet, hogy végtelen, lehet, hogy nem, lehet, hogy van még ilyen, mint a föld, egy csomó, lehet, hogy nincs. Ezekről nem beszél, úgyhogy én nem tudok erről spekulálni, én csak azt mondom, amit leír. És az ez. És szerintem, hogy ha, ha az ember belegondolok, az egy logikusabb életforma, mint amit nekünk mondanak. Úgy értem, hogy egy sokkal elképzelhetőbb az alapján, amit mi tapasztalunk, mint, mint az, amit állítanak nekünk, hogy, hogy ez egy pörgő, forgó dolog, ami, ami át, állandóan repül, meg így, meg úgy. Örök, meg mit tudom én, mit csinál azt ebből, mi nem érzünk semmit. Úgyhogy azt nem tudom, hogy miért ne létezne a világ ő. Mert ugye az nem tudom a válasz, hogy miért ne létezne. Egyszerűen csak ez van. De hogy mi van ott, ez van ott. Sőt, a bizarr az egészben az, hogy velünk elhitették, hogy ezek a csillagok, meg bolygók, meg mit tudom én, holdak, meg üstökösök, ezek fizikális tárgyak, és akkor mint kézzelfogható, úgy értem, ezek egyáltalán nem kézzelfogható dolgok, ezek spirituális dolgok, amik másik dimenzióban vannak, mint amiben mi. És a két dimenzió között van egyfajta átjárás, azt sem tudom, hogy hogy vagy miért, de ez biztos, hogy van, mert ezt látjuk, hogy történik, mint hullócsillag, meg stb. És ez az, ami ott van. Ez egy sokkal összetettebb dolog, mint ahogy azt nekünk mondják. Amit nekünk mondanak, az egy mese. Ezek a gömbök, amikor többködnek, meg egymáshoz vannak csatlakoztatva egy varázserő segítségével, az, az kis herceg kategória. De minden részletet nem tudok, hogy mi a működési elves, a többi. Az egész csak azt kell... Oké, okay, szóval nem tudom, hogy hol hagytam abba, vagyis hogy hol maradt abba. De, na mindegy, folytatom itt, ahogy van. Szóval azt akartam mondani, hogy amennyiben amennyiben elhiszi valaki azt, hogy hogy ezek gömbök, meg fizikális dolgok, amik, amiket ez a varázserő, mint gravitáció összetart, akkor szerintem annál sokkal hihetőbb az a magyarázat, amiről most szó volt. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal, sokkal uh, hihetőbb verzió, mint az, amiről amiről abban uh, szól a fáma. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ennyit szerintem az értető, ez egy idióta. Oké, ezt nem nézzük meg. Jó, na ez végig nem rossz, szóval ezt még megmutatom. Aztán befejeztem. De. Nem, nem, Ha tényleg lapos a Föld, akkor miért van az, hogy hogyha elindulsz Magyarországról Amerika felé légvonalba, és nem állsz meg, akkor egy idő múlva visszatérsz a kiindulási ponthoz és a drón miért van a földnek görbülete? Az első kérdésre nem tudjuk a választ. Igazából ez csak egy feltételezés, egyikünk sem indult el még Amerika felé légvonalba Magyarországról, és próbálta ki, hogy ez valójában így van-e. Ezt akkor mondhatná valaki, hogyha, hogyha felült volna egy repülőre, elindult volna a légvonalba Amerika felé, és visszaért volna Magyarország. De mivel ezt nem csinálta még meg senki, ezért ez csak egy feltételezés, hogy ez így van. Mert ezt nem tudjuk, hogy ez így van-e. Mivel nem csinálta még meg ezt senki. De a másik az, hogy ezért vannak a, azok a légi, van, a levegőben sem lehet csak úgy közlekedni össze-vissza. Meg vannak a légi utak, ahol a le, repülőgépek közlekednek ezért tér vissza a repülő körbe, hogyha esetleg elindul, mert nem mehet bárhová, hanem meg van határozva, hogy meddig haladhat el. Szóval ezért érsz vissza, hogyha elindulsz egy irányba. De mutatok még egy, még egy dolgot, mert ez is szerintem sokaknak nehézséget okoz, hogy ezt feldolgozzák, hogy hogy lehetséges az, hogy visszaér ugyanoda. Ez, ha, tegyük fel, hogy így néz ki a föld, ugye én nem tudom, de nagyjából, ahogy elképzelem, ez egy verzió. Most ki tudja, hogy valójában hogy néz ki, tegyük fel, hogy így néz ki. Szóval, mi abban olyan, miért olyan nehéz az felfogni, hogy elindulok Európából, és egy irányba megyek, akkor visszajövök ugyanoda, mikor körbe megyek ezen a tányéron csak megyek körbe-körbe rajta, mint ahogy egy tányéron, ahogy kavargatja az ember az akármit, úgy megy körbe. Persze mondhatnánk azt, hogy jó, de akkor ki kirepülnék róla. Arra meg én azt mondom, hogy ezen a strandlabdán ugyanúgy akkor miért nem repülünk ki? Hogyha elindulok egy irányba, és nem nyomom lefelé a repülő orrát, akkor csak kirepülök, a világűr. Persze, tudom, hogy van egy varázserő, ami oda ragaszt mindent ehhez a gömbhöz, de attól függetlenül annak még nincs értelme, oké? Okay? Úgyhogy eh, erre a kérdésre ez a válasz szerintem, és eh, én úgy gondolom, hogy ez egy kielégítő válasz. Legalább annyira, mint hogy miért nem repülünk le akkor a gömbről, hogyha már ott tartok. Eh, pillanat. Rendben. Akkor a másik kérdés, hogy a drón felvételeknek miért van a földnek görbülete. Van egy, ö, egy rakás videó, amit csináltam a görbülettel kapcsolatban, és szerintem nincsen görbülete. És ha meg van is, akkor az azért van, mert a kamera lencséje úgy van összehozva, hogy, hogy mutasson egyfajta görbületet, de me mekkora magasságnál látható a görbület, mert ha én akármit mondok, akkor az, annál mindig vagy nagyobb, vagy kisebb kell, hogy legyen, magasabbra, alacsonyabbra, nem tudok jót mondani ezzel a magassággal. Mindenki más mond. Valaki azt mondja, hogy már repülőből látszik, van, aki már most drónról, házetőről, van, aki azt mondja, hogy csak az űrből látszik, szóval akkor most melyik azok közül. Érthető? Úgyhogy szerintem nem látszik, szerintem ez a szituáció. A láthatár alatt eltűnik a hajó, de a kéménye majd még a füstje sorrendben. A kéménye hány kilométerre van közel, mint a hajó füstje, meg hány kilométerre szemiskola meg tanítás. Hé! Hey. Ez ö, ilyen nincs. Ez most a legutóbbi, hogy meddig lehet ellátni, ez egyértelművé teszi, hogy nem látsz el a végtelenség. Sőt, azt is, hogy az, amire azt mondják az emberek, hogy eltűnik a görbület mögött, az nem eltűnik a görbület mögött, hanem csak egyszerűen a perspektíva, meg a látóhatárunk miatt az eltűnik. De ha rázom a kamerával, akkor az visszajön, ez erről fölösleges beszélni. Többet ez, erre, erre nincs nincs értelme. Oké. Okay. Egy könyvnek, hiszen amit tömeggyilkosok írtak, egy embernek is szállamos. Istenről vagy azt, emberek írták, csak a belátó, hogy céljuk hogy széteső hatalmát. Nem, hát figyelj, hogy a céljuk ha a széteső hatalom átmentése volt Róma bukása után, persze, de az, az egy más dolog, az a kereszténység, amiről, amiről itt szó van. Természetes, hogy ezt akarták, hogy legyen egy vallás a római birodalomban, ez az, amit ma úgy ismerünk, hogy kereszténység. A kereszténység az gyakorlatilag az összes létező pogány tradíciónak az ötvözete. Ezért van annyi követője a világon mert mindenki megtalálja benne azt, amit, amit keres. Csin élheti az életét úgy, ahogy addig, és csinálhatja ugyanazokat a hagyományokat, csak azt mondja, hogy ő hisz valamiben. Ez a lényege a, a kereszténységnek, és ebben igazad van, hogy valóban a széteső hatalmat akarták átmenteni, de ennek nincsen köze ahhoz, ami le van írva abban a könyvben. Úgyhogy én ezt csak ezzel tudom, vagyis ezt tudom erre válaszolni tömeggyilkos, oké, okay. ki a tömeggyilkos? Hé, hey, hát ilyen alapon mindannyian azok vagyunk, hát mi az, amit mi csinálunk a világban, vagy csináltunk ameddig, ameddig vissza lehet gond, visszatunk gondolni a történelembe, folyamatosan ez történik. Ott legalább megvolt a szabályrendszer, hogy mi alapján ölték meg az embereket. Most azért öljük meg az embereket, hogy megszerezzük a, a nyersanyagaikat, meg az erőforrásokat, az kész. Ott legalább megvolt, hogy ezért, vagy azért, vagy amazért. Most is ezt csináljuk, csak most azért, hogy nekünk jó legyen, nekik meg ne. De hát a történelem során mindig más csinálta Szóval ez mindig is így volt. Mi az, hogy tömeggyilkos? Mindenki ezt, az összes népes csinálta folyamatosan. erről szól az emberiség történelme, hogy birodalmak küzdenek egymás ellen azért, hogy kinek legyen jó, valakinek jó, valakinek rossz, azt ölik egymást. Ehhez nem kellett a, a Biblia. E Jó, menjünk tovább. Ószövetség 2000 évesek, meg ma is kerülnek elő, vagy gyártják. Mert fel, megtalálják őket, igazából nem gyártják őket, hát nem tudják gyártani, oké, okay, szóval azért az nem úgy van, hogy gyártanak egy ószövetség íratot. Hát ö, érted, azért vannak emberek, akik, akik ez érdekel jobban, mint téged, hogy csak ismételgesen azt, amit mindenki más, hát, Nek utána néznek emberek, akiket ez a dolog érdekel, nem fogják. Csak úgy egyszerűen legyártani. Plusz. Oké, okay, hagyd mondjak el egy dolgot mindenkinek, aki a Bibliáról beszél, anélkül, hogy ismerné. Ha valaki megismer, ha valaki értené ezt, ezt, a, ezt a 66 könyvet legalább, ami benne van ebbe a, a gyűjteménybe. Onnantól kezdve én meg tudom mondani, hogy melyik írás az, ami hiteles, melyik a híra, írás az, ami nem, hiszen van egy. Egy, egyrészt természetesen a Szent élek elvezeti az embert, úgy mint a Ruálhakodás. Elvezeti az embert, szóval az megmutatja. Másrészt van egy alapvető üzenete ennek a könyve, És ami nem egyezik meg azzal az üzenettel, az nem illik bele. Szóval nem tud megtéveszteni valaki, mivel tudom, hogy mi az üzenete a könyvnek. Világos ez nem úgy van, hogy gyártják, és akkor én most azért, mert az egyik könyvben azt írják, mint amit az előbb mondtad, hogy Jézus nem fezítek keresztül, az engem nem fog megingatni a hitembe. Hát én tudom, hogy mi az üzenete a könyvnek, én tudom, hogy ami azt mondja, az nem illik bele, szóval ez nem úgy működik, mint ahogy elképzel a legtöbb ember, mint, mint egy kis herceg, vagy egy Harry Potter, hogy az egyik fej, írhatok nyolc részt egymás után, tök mindegy, az majd lesz valami a végén. Na mindegy. Mars, Jupiter, stb. forog, és az is látszódik, vagyis gömbszerűek a távcső, és hazudik. Hát figyelj, ha te úgy látod, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos igen. Az ember nem hihet már a szemének, se, nem? Mi az, hogy forog? <laughs> lehet, hogy forog, lehet az is, egy gömbszerű, de attól még az nem egy bolygó, vagy egy csillag. Ez a lényeg. Az, hogy minek néz ki, vagy mit csinál, az egy másodlagos dolog. Mi van lapos Föld másik oldalán, síkján a pokol, azt te láttad? Nem láttam, Hogy láttam volna. Fogalmam sincs, de egyébként uh, seholnak hívják az, ami lent van alul. Az az alvilág, ahol a lelkek gyűjtőhelye, az van alatta, a víz alatt, fölötte meg van a kupola, és ennyi. A uh, humoristák. Uh, uh, egyébként így van kapcsoló szereltek rá, álnyékolókat alkalmazva, hogy sötét legyen. Így van, így működik a, a hold, mint egy nagy lámpa. Van rajta fokozat kapcsoló. Pontosan így működik. A nap az más, az csak egyszerűen eltűnik a horizonton, de a hold nem. A hold, holdnak vannak fokozatai, az így részletekbe tud felkapcsolódni, az kész. Miért olyan hihetetlen ez, mikor mi meg tudjuk csinálni? Oké, okay. miért ne lehetne egy mai átlagember szintjét bíró Istentek legalább? Az nem lenne Isten haver, ha olyan lenne, mint egy átlagember. Az egy átlagember lenne. Az Istennek a lényege az, hogy nem olyan, mint egy átlagember. Úgyhogy ezt nem értem. Társadalmi szempontból, és szinte népeken való éleskedés, hogy megvalósul menteség. Persze, én értem, hogy a zsidókról beszélsz, de én ez nem az, amiről én beszélek. Én sose beszéltem róluk, engem nem is érdekel, hogy ők mit csinálnak. Én nem azt képviselem, amit ők. Oké. Okay. Most itt a genetikáról van szó, én innen gondolom meg, ahogy az üzenetből, hogy ő azt veszi, hogy, hogy én a judaizmusról beszélek, de sajnos nem, úgyhogy érdemes utána nézni. De hát minek is beszélek. Szóval ilyenek egyelőre ezúttal Ezúttal be kell érnie mindenkinek ezekkel, amik most jönnek. Ha valakinek van kérdése, azt még, azt még megnézem. Ez, az, amikor neki megy a léggömb a kupolának, azok hoaxok. Oké, okay? fölösleges vele foglalkozni. Mindegyik hoax. Teljesen fölösleges vele foglalkozni. Ez nem így működik, hogy neki megy egy rakéta. Szerintem legalábbis. De ha úgy is van, nem lenne ott fönt az interneten szerintem. De mindegy. Persze, végül is vannak, akik nem értik a dolgot, van, akik meg egyszerűen csak értetlenkednek, szóval nem tudom, hogy mi az igazság ezzel kapcsolatban. Oké. Okay. Ha nincs kérdés, akkor találkozunk vasárnap 7 órakor a Yahoo! útja csatornán, kedden pedig a, a laposföld a téma, az pedig, a jól gondolom. Folytatódik a jövő héten majd ez a védőoltás biznisz, de... Ja igen. De kedden 2030 tól ugy, ja, ugyanitt. Nem is, nem is tudunk visszamenni. 20 kor ugyanitt megy a... az űr, téma. Oké, okay, addig meg mindenkinek a leges legjobbakat, és ja, meg találkozunk holnap is, úgyhogy személyesen nekik a legjobbakat is, halleluja, és szalom!